Van még egy meglepetésem. Na. Hogy megvan a 10 000! Na meg mielőtt belevágnánk a mai adásba, képzeljétek, nekem van egy nézőm, hál' Istennek nem egy, de van egy nézőm, aki már többször írt, hogy elmegyek hozzá takarítani. Na ne érts félre, csak poros az ekrényed. Én meg visszaírtam, hogy majd egy következő vlognál újra írt, a szekrényed még mindig poros. Na de tessék, ennél a vlognál nem fogod tudni írni, hogy poros a szekrényem, mert készültem. És le is takarítottam. Szóval nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a YouTube csatornámon. Hogyha még nem találkoztunk volna, én Joel Junior vagyok, és próbálok nem félfejjel mindig kimenni a kamerából, hogy így beszéljek hozzátok, hanem inkább így. Minden oké, jól vagytok, remélem. Én nagyon jól vagyok, kezdődik is egy szuper nap. Tudjátok, hogy ma van Zoltán, ma van nőnap. Meg reméljük, hogy a nap végére a 10 000 feliratkozót is elérem. Wow! Na és tök rég volt már olyan vlog, hogy veletek együtt készítem el a reggelimet, de hát úgy gondoltam, hogy erre most itt van idő. Mert hogy hamarosan amúgy újra fogom kezdeni az edzést is, meg újra elkezdek normálisan kajálni, meg minden. Ez a következő egy hétben szerintem el is indul, és onnantól kezdve nem lesz megállás, mert azért az utóbbi... Vlogolnék, gyere ide! Vlogolnék, jó? Tanuld meg! Oké? Okay. Oké? Okay. Na, hagyd apát reggelizni. Igen, de gyönyörű vagy. Gyönyörű vagy. Igen. Igen, kis lusti. Hát őszinte leszek, hogy ez eddig nagyon-nagyon nem az én napom. Ez nem az én napom. Az alapkoncepció az volt, hogy beöltözök majd valami nagyon cukinak, mondjuk egy nagy macinak, és akkor majd úgy fogok osztogatni virágokat ez alkalommal a napsütésben. Ehelyett szakadt az eső, és maci helyett lett egy... Jaj, egy ilyen maszkom. Na mi van, kisgyerek? Feliratkoztál már? Szólnom kell a spanoknak, hogy mi van? Mondjad, mi van. Mondjad, mi van! De szép vagy. Nem is látszik a röhögök. Nem. Boldog névnapot. Jaj, boldog Zoltán névnapot. Köszönöm. Jaj, hát de aranyos vagyok, hogy még ez is eszembe jutott, de azért nem mosolygok, bazd meg. Én nem fogok mosolyogni ma. Mui! Meg is vagyunk. Na, akkor kezdjen ebbe a csodálatos időbe ez a boldog nőre. Boldog kívánok! Ebben az esős időben szeretnék önnek boldog nőnapot kívánni. Hölgyeknek, mert köszönjük, hogy vannak nekik. Szép napot! Nem meneküljetek! Ijesztő vagyok? Tényleg? És hogyha hoztam nektek két tulipán? Köszönjük! Nőnapra? Fogadjátok ezt a szeretettel! Jó, ez nem... Ki csinál? A Kreatz Krisztián, tudod? Ki? Én? Igen. Úgy nézek ki? A hangod. A hangodról, igen. Lebuktam. Sziasztok, csajok! Na még ebbe is felismernek! Picsába! Hello, hello! Megálltok egy kicsit? Ijesztő vagyok? Vagy miért akartatok így egyből kikerülni? Nem tudom, fura. Fura a helyzet? Na mindegy, nőnapra hoztam nektek két tulipán. Fogadjátok sok szeretettel. Köszönjük, hogy vagytok. Hello, hello, hello. Telefonszámot most se kaptam. Na mindegy. Ugye milyen nagy? Jó, hogy te. Nem, mondtam, hogy nem ugrálsz. Hogy tanítsam meg neki, hogy ne ugráljon, mert egyszerűen nem tudja fölfogni. És már bármit csak vele megverni nyilván nem akarom, de baba, ne ugrálj már! Légy szíves, ne ugrálj! Szerintem te ugrálni fogsz. Gyere ide! Gyere ide! Gyerünk be, köszöntsük a lányokat! Hello, hello! Ki ez a lovag?
Jaj, kamera is, Istenem! Gyere ide, drága anyukám! Ez itt egy csomagoltad? Most fog jönni igazán a meglepetés. Hát van még egy meglepetésem. Na. Hogy megvan a 10 000 feliratkozó! Szívott meg a söprőt, ugye? Hajrá! Hey! Te hülye vagy, öcsém! 10 000-en vagyunk! 10 000 ember! Uram is nem mekkora szám! Köszönöm szépen még egyszer, srácok! De tudjátok, nincs megállás, megyünk szépen egészen az égig! Ugye, anya? Ugye? Tessék! Hajrá! Ja. Na úgyhogy még egyszer utoljára nagyon szépen köszönöm szépen nektek, hogy már itt vagyunk 10 000-en ezen a csatornán. Tökre kíváncsi vagyok, hogy te, aki most nézel ezt a vlogot, mikor csatlakoztál hozzám, úgyhogy kommentbe írd már le, hogy te körülbelül hány ezernél, vagy hány száznál, vagy pontosan mikor is csatlakoztál ehhez a szép kis bandához. És így a végére még egy kis programajánló, most szombaton, március 10-én nyit a Klub 1001 szezon Bordányban, ott is találkozhatunk, jövő héten szerdán, március 14-én Tesis Buli Szegeden a Retróban, másnap munkaszüneti nap. Március 17-én Szentesen az Anonym Night-on találkozhatunk, március 19-én hétfőn pedig életemben először Nyíregyházán. Már írtátok régebben, hogy Nyíregyházára mikor megyek, ezért is mondom ezt a kis programajánlót. Március 19 hétfő, életemben először arra a környékre látogatok, úgyhogy remélem, hogy valahol találkozni fogunk. Hogyha még nem vagy feliratkozva, és nem voltál benne az első 10 000-ben, akkor benne lehetsz mondjuk az első 20 000-ben. Remélem, hogy úgy lesz, és találkozzunk legközelebb. A béke legyen veletek, testvéreim, szevasztok!